kritikus időszaka május vége növényvédelmi szempontból, hiszen kórokozók és károsítók támadják a kiskerteket, a dísznövényeket és a gyümölcsfákat is. A szakemberek szerint nem mindegy, hogyan és mikor védekezik a gazda. A kártevők elszaporodásának kedvez a mostani meleg és csapadékos időjárás. Megelőzni a tetvát nem tudjuk. A tetve csak akkor, amikor felszaporodtak, akkor kell kiirtani. Nem valószínű, hogy abban az évben még egyszer lesz. Tehát utána a növényvédő szerekbe már ne rakjunk, nincs értelme. Figyeljük a hangyamozgást, a hangyák telepítik a tetőt, hangyaváladékát szivogatják, abból élnek. Ha sok a hangyamozgás, akkor biztos, hogy lesz előbb-utóbb tető a növényeinken. Ez vonatkozik az almafára, most az almafán nagyon sok van, a körtefán, de a körtefán nem tetű van, hanem körtefán, körtelevér, bólha van, ami nagyon nehezen írható.